Egész várost így madár perspektívából áttekinteni, és az egész szerkezetét talán megérteni. Hát ugye Sopronban minden séta úgy kezdődik, hogy már a rómaiak is. A városnak a neve Scarbancia volt az első századokban.
A római örökségből materiálisan nagyon keveset látunk. Fogok mutatni egy-két római követ. Ami van, az ennek az épületnek a pincéjében van egy római fürdő, ahol a hipokausztumot, tehát a padlófűtésnek a maradványait feltárták, és ezt lehet látni. Ezen kívül itt a tűztorony alatt a fogadóépületben a római kori városfalnak egy darabját lehet látni. Itt van egy kis udvar, ahol a mai terepszintnél 3 méterre lejjebb a római kori útburkolatot lehet látni. És aztán a többi az múzeumban van. Állunk egy piros pontot kaphatsz másnak. Az átlagos vízmélysége, én jó párszor elolvastam, mert azt hiszem, hogy nem jól nézem, 50-60 cm az átlagos vízmélysége, a legmélyebb ponton sem több 180 cm. Egészen még annyira az érdekesség, ha felfele néznek, látnak egy kihagyott, tehát 3-val nem bevont területet, direkt hagyták ki. Hát ezen a léptőn vissza is jövünk? Nem. Nem? Na beonnan. Az
Kárpátszia a mai is otthon helyén álló római település fontos csomópont volt. Itt halad meg a Rostyánkő, amely az Adriától egészen a mai Balatonig húzódik. Között is, meg a személyzet között is, de érdekes módon a nézők nem pánikoltak, egy érdekes momentumot tartották, 20-25 perc alatt a műszakban rendbe tette a területet, senki nem ment a büfébe, mindenki ülve nézte, úgyhogy egy előadás volt az előadásban.
biztos. Ez Gerzse. Thank you.
Féltorony, igen. De ezzel együtt Féltorony volt a neve. Igen, 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 igen. Tehát tulajdonképpen ezt látjuk, itt jöttünk be, itt fogunk bemenni, ez a belső udvara. Nagyon megértünk,
jönnek hozzám, és azt kérdezik, hogy hozzájönte valaki, vagy hogy történt, és kutatásokkal együtt megállapítottam, hogy nehéz volt a súlyozás. De vagy a tisztelem Nagyar Teréziát, a történet után, vagy a Magyar Koronát voltak. Nagyon kedvelt a zenét József Haydnnek, mielőtt neki lépett fel nyáron, és észre házán, vagy itt a helyteremben, itt volt a generálkóba. Kérem, figyelj a hangszereket a falon, amit azt az időszakot hívják. A koronákra, amiben az édesanyja Mária Teréza nem tudott eljutni, vagy nem akart, nem voltak olyan jó viszonyban. És amilyen helyettesített a herceg Miklós, amit itt nekünk beletett a mutatót, hogy Mária Terézát, öt német hercegek felett. Úgyhogy akkor szép női szalomban kérem ezt a kermet, sárga sejntoprétákkal el kell képzelni, kiskék virágokkal rajta sajnos ma nem látok. Sziszi, jó nyelvtelensége volt, angolul is nagyon jól tudott beszélni Sziszi, az volt a titkosságos nyelv a testvérével, mert franciaul beszéltek az udvaron, nem értette senki. Magyarul, hogy ilyen kapcsú volt Sziszi, de ez Rudolfal, szegény Prinz Rudolf öngyilkos lett egy éve, és már a halmány. A halál után pár kezdett összegyűjteni pénzt barátokkal együtt, hogy tegyék létre egy kis kápolnát emlékként a barátján. Ha fordul, akkor kérem ezeket a szép Állami Mária, ő volt az első, aki itt lakott a 18. század. Az igazi szép barátságot kötött József Haydn életvégéig tartott. Nagyon temperamentumos volt a hölgy, nagyon szeretett bárhova járni, azt hiszem, hogy férfiséget táncolni, de ez komplikálni is. Férje egy évig nem volt itt, dolgozott egy követségnél Londonba, és akkor visszatért, és már itt volt születve egy kislány Rózsa, ami persze nem volt a férje. Hercegnő Mária 7 nyelven tudott írni és olvasni, próbált a kis hercegi gyerekeknek, Pálnak, Annának tanítani, nem nagyon sikeres volt, ők inkább a komornát szellemkét átöltöztették, és mindenkit megjegyeztették. Kérem most, és hogy vigyázzanak a fejükre, egyet kipróbáltam, nem olyan kellemes. Thank you.
Jahre später die Rittiburg allerdings schon wieder außerhalb des Familienbesitzes. Igen, tehát 150 évvel később kikerült a család tulajdonából a vár. Und zwar die Familie Stadek in der Steiermark. És egy steiermarkész családnak a tulajdon. Látszik egy torony, arra azt mondja, hogy az a Stepacskicsének a tornya. És szeretettel köszöntöm Vacskovics Ruzsinát, mert ővele értekeztünk, meg beszéltünk telefonon is. Ma Kismarton, és úgy jöttünk Sopronba, hogy előtte Fertődöt néztük meg, és Sopronba volt egy kis városnézés. Volt neki 12 társa, akikkel együtt tudták a Zsorozsmát végezni, és néhány laikus testvér, aki dolgoztak. De hát ők még mindjárt is dolgoztak, mert azt mondták, hogy szemben meg az munka, óra és lapát. Már haladunk. Hűvösebb. Ez egy másik világ, és akkor az ottani apátok nem tudják őket kiképezni, hát elküldik őket egyébként biztos, hogy Olaszországba is mennek, Ausztriába is, megtanulják a német nyelvet, minden évben van még nyelvtanfolyam, de elvégzik a teológiát, és hát valaki még itt marad, hogy a doktorátusát elvégezze is.
folyosója. Erre mi csak itt Mária Magdalena, a Jézus táblán, túloldalon most van.
a lakótrész és a körbe kereken nyílások, bőrések vannak, hiszen az egész térséget figyelemmel kellett tartani. Ez nagyon sokáig határvidék volt, ugye a 907-es győztes pozsonyi csata után a magyar határ, a nyugati gyepő az kitolódott egészen Linzig, az ENSZ felső folyásáig, az Oberenz, amit úgy ismerünk, Oberenzia. Így van, és akkor 955-ben sajnos leelég olcsóig esett az eső, ugye kikaptak, az íjak nem működtek, a visszacsapóiak nem működtek rendesen, ezt a isteni jelnek vélték, és akkor hát kikaptak a németektől Legfeld, Augsburg a legfeldi csatában 955-ben, úgyhogy a határ aztán visszakerült ide a Rozsária hegységbe. A krokodil az pedig a hivatalos verzió szerint a vár végző szelleme. Ugye keletre néz, tehát ennek is elképes értelmezése van, keletre, ahonnan érkezett a körök, ugye az ellenség, a törökök és a kurucok. Na most még csak a régi határon, és akkor megyünk fölbe, megyünk a várba, és megnézzük Kápolnát. Ugye a régi határ, az ezer éves határ, az tudjuk, hogy 1920 elméletileg gyakorlat 21-ben lett tovább keletre áthelyezve. Ugye ez a század mérés, a trianoni békediktátumnak az eredménye, amikor is az Antant eldöntötte, hogy Ausztria megkapja Nyugat-Magyarországot. Nagyon ellenkeztek el, és kezdődött a